Nincs itt? Jelentkezzen, ha nincs itt, nem várunk rá. De tapsod a Balázs Bálintnak! Köszönjük! Ugyanez a kategória a második helyezett Balázs Bálint. Kérem fel, hogy a színpadon. A harmadik helyezett némi meglepetést hozott, Balázs Bálint. És választanás közösen kapják. Kérjük, hogy a... Nem. Ja, menjél le! Készültünk díjjal is. Van egy támogatónk, aki ezeket a díjakat elkészítette, a Balkai András és a Cseh Modell. A díjakat ő fogja átadni. Ne kelljen neki háromszor följönni, úgyhogy egyben megkapja. Hogy hívják? Bálint, Balázs és Ferenc. Csak hogy értsétek, Balázs Bálint ma azért nincs itt közöttünk, mert összeköltözött a párjával. És ma kezdték el közös életünket. Menjél innen! Menjél innen! Vannak itt nős emberek is, menjetek! Ja, értem, tényleg, meglepetés, még megint újabb, Balázs Bálint és Ferenc Tamás részére. Harmadik hely, mivel mind a ketten megkapják a harmadik helyet. Ő a Ferenc Tamás, aki nem ismerné. Nem a Balázs Bálint, a Ferenc Tamás. Jó. Jó. Nem. Mennyi műjöbb a trónika? Áttérünk egy másik kategóriára. Nagyvasúti kategória első helyezettjére. Tóth László. Gyere fel! Hozd magaddal a Balázst! Vagy a Tamást! Jó! Menjünk tovább! Megvárjuk, míg lemegy, mert visszafogjuk! Van egy település, azt szokták mondani, hogy nem ott születtél? A második helyezett Tóth László. Kérdeztem tőle, hogy lapocka? 10-en volt. Méghozzá M62, 330-as pályaszámú. Gratulálom. Dehogy is, rendben van. Jaj, a letenyei. Jaj, Istenem. Rendben. Nagyvasúti kategóriában harmadik helyezett M62-221-es pályaszámú dízelmozdonyával Letenyei Tamás. Kicsit fürgében a lehetne, köszönöm. Köszönöm.
Köszönöm szépen! Nagyon kedves vagy! Nem engem, az öcsének! Én tudtam, hogy én az öcsének! Nem! Mi van? Engem el a kezét, hogy átadja nekem is! Gyerekek, közkívánat volt! Márttal egy szobába alszom, hogy csak minden. Köszönöm! Már le a szintem! Ismételjük! Nem, hogy egy szobába alusztok! Köszönöm, de nem álmodok! Döntés van, úgyhogy nem tudunk egy szobába alusztok! Nagyvasúti kategória negyedik helyezett. Minek a negyediknek helyezett? Tamás. Ja, értem. Menjél még egy kicsit, Tamás, gyorsabban, légy szíves. De jössz vissza, csak az. Legyen idő. Köszönjük. Letenyei Tamás részére. M62-035-ös pályaszámú dízelmozdonyával. És az utolsó nagyvasúti kategória, villamos mozdony, V43, 3347-es pályaszámú, 5. helyezést elért, Tóth László. Megnézzük, mit csinál. Lő, adjon nekem! És akkor szeretném külön megköszönni még egyszer minden résztvevőnek, külföldieknek, magyaroknak egyaránt. Nagyon szép kiáltást hoztunk össze. Örülök, hogy sikerült. Jó lenne jövőre is így találkozni. És mielőtt folytatnánk, egy olyan kérésünk lenne, nem mai napra, holnapi napra, hogy egy csoportképet szeretnénk csinálni a fentről a toronyból mindkét irányba. Tehát a kiállítás zárása után, 5 órakor, mindenkit megkérek, hogy gyorsan jöjjön a torony elé, hogy egy csoportkép el tudjon készülni. És most szeretnék átadni minden klubnak egy ajándékot, tavalyi évhez hasonlóan. Szólítanám a klubok vezetőit, illetve képviselőit, hogy fáradjanak ide a színpadhoz és vegyék át a ajándékokat. De még mielőtt ezt megtenném, csak hogy tudjátok, szeretnék köszönetet mondani a MÁV résztvevőinek, a MÁV ZRT-nek, az északi járműjavítónak, az MTU-nak, a Voight-nak, ők a támogatóink, szponzoraink, és én úgy tudom, hogy nagyon meg vannak elégedve mindenkivel, nem csak a szervezéssel, hanem a résztvevőkkel is, és úgy gondolják, hogy egy ilyen rendezvényt a jövőben is támogatni kell, itt Magyarországon, hogy megmutassuk a világnak, Magyarországnak, hogy képesek vagyunk mi is nagyon szép kiállításokat rendezni. Tehát még egyszer köszönjük a támogatóinknak ezt a lehetőséget. És akkor szeretném szólítani Kalmár Péter urat, fáradjon fel a színpadra, az MTU magyarországi igazgatóját. Kalmár Péter úr.